Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez már a kiemelő a Kecskeméti Televízió mai hírórájában. Rövidesen beszámolunk arról, hogy a rekordhideg beköszöntével mekkora készültségben állnak a polgárőrök, krízisközpontok, melegedők és szociális otthonok. Szólunk továbbá a híres kecskeméti költő Sánta György hétvégi megemlékezéséről, melynek kapcsán stúdiónkban köszöntjük a művész unokáját, Sánta Melindát is. Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével pedig a közelgő utazás kiállításról, valamint megyénk turisztikai fejlődéséről beszélgettünk. Kérem, tartsanak velünk! Helyenként mínusz 15 fokot is mértek az elmúlt éjszakákon, és a hidegnek még nincs vége. A krízisközpontok, melegedők és szociális otthonok is állandó készültségben vannak, ahogyan a polgárőrök is, akik a Kecskemét környéki tanyákat járják, és a hidegben meglátogatják az egyedül élő időseket. A következő néhány napra is extrém hideget jósolnak a meteorológusok, mely már a hétvégén ideért és csípős zimankóval emlékeztetett, hogy bizony még tél van. Ilyenkor különösen figyelnek a falugondnokok, polgárőrök, a kisebb települések, járások tanyáira. Az egyedül élő idősek az elszigeteltség és a hideg miatt a napi teendőiket és a bevásárlást sem tudják megoldani. Többek között ebben is segítenek a járőröző önkéntesek. Takás Zoltánnénak a fia is segít gyakran a kerti teendőkben. Így volt ez most is, az ort időjárás közelettével. A farakást felhalmozta és zsákokkal takarta le, hogy szárazon maradjon a tűzifa. A kerti csapot is jól becsomagolták, hogy ne fagyjon el a mínuszokban. Lezártuk, és hogy ne fagyjon le a kerti csap, meg a vezeték, és akkor az le van zárva, le van takarva, ha nejlon zsák van rajta. Itt ezek a fák mög. Hát ugye vannak benne hasigatva, igen, és akkor ami maradt, az még nejlonnal van letakarva, hogy száraz legyen, ha kő hasítani. Takács Zoltánné azt mondja, jól esik, amikor az önkéntesek meglátogatják. Előfordul, hogy nincs semmi tennivaló a ház körül, de ha mégis akad, rájuk lehet számítani. Például a tüzelőt az ajtóba készítik egy vödörben, vagy csak megkérdezik, hogy kell-e valami a boltból. És valamelyik napot elestem. Egerszegi Péterné teréke még elszigeteltebb tanyánél, szinte hallani a csendet. Ez azonban hátrány a hideg téli éjszakákon. Teréke néni egyedül él 30 éve, az unokája látogatja, valamint a polgárőrök. Azt mondja, sokszor bíztató, ha beköszönnek, így van kivel beszélgetni, és nem érzi magát olyan magányosnak. A családtagok pedig próbálnak minél többet segíteni, például a bevásárlásban. Az unokám, az együnk. Vagy keddőn, vagy szerdán a bevásárló listájé, akkor másnap meg hozza a bevásárlást. Bevásárol. Mit tetszik most csinálni ebben a néhány napban, amíg ilyen hideg lesz? Hát oda belőszök, tüzelök. Győri Mihály a Hetény Vezérpolgárőr Egyesület vezetője azt mondja, bár szívesen segítenek bármiben, amire megkérik őket, mégis a legnagyobb igény arra van, hogy egyáltalán látogassa valaki az egyedül élő időseket. Van bent esetleg a lakásban fa, akármicsoda. Ha szükséges, akkor még esetleg bevásárolunk, vagy ha olyan az extrém idő, ne adj Isten, telefon, és akkor jövünk, segítünk. Mert azért is vagyunk többek között. Meg hát a kapcsolatunk jó a krízis szolgálattal, Máltaiakkal, mert vannak olyan lakosok, akik szükségét érzik annak, hogy most akkor velük, és akkor nekünk szólnak, vagy mi szólunk nekik, és akkor jönnek, és közösen próbálunk picit jobbítani a sorsukon. Már nagyon pici, de sok kicsi sokra megy, szokták mondani. A segítség például jól jön, még ha kicsi is. A legtöbben azonban azt igénylik, hogy legyen kihez szólni. Jön az ember, elbeszélget, már az egy megnyugvás az embereknek. Hát volt a tavaly télen volt, tényleg olyan utolsó stádiumban volt egy úriember, hogy nekünk köszönheti az életét végül is, mert riasztottuk a mentőt így éjszaka. Bár az ilyen esetek nem gyakoriak, az önkéntesek, amikor csak tehetik, autóba ülnek, hogy minél több egyedül élő idősnek nyújtsanak társaságot, vagy segítőkezet néhány apróbb teendőben.
Mint arról híradónkban már beszámoltunk, március 1-e és 4-e között újra megrendezik az utazás kiállítást a Hung Expo budapesti vásárközpont területén. Megyénk 18 települése képviselteti magát a rendezvényen. Ezzel kapcsolatban tartottak ma sajtótájékoztatót a Bács-Kiskun megyei önkormányzat termében, ahol többek között Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke is tartott előadást a turisztikai fejlesztésekről. Elnök urat Kozák Polett kolléganőm kérdezte, most ezt a beszélgetést láthatják. Mint arról híradónkban már beszámoltunk, március 1-e és 4-e között újra megrendezik az utazást, kiállítást a Hung Expo budapesti vásárközpont területén. Megyénk 18 települése képviselteti magát a rendezvényen. Ennek kapcsán tartottak ma sajtótájékoztatót a Bács-Kiskun megyei önkormányzatnál, ahol megyénk turisztikai fejlesztéseit a megyei önkormányzat elnöke Rideg László ismertette. Ennek kapcsán köszöntöm most a stúdióban Rideg Lászlót, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökét. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket is. Elnök úr, talán azt kijelenthetjük, hogy Bács-Kiskun megye eddig, ezelőtt hagyományosan azért nem a turizmusáról volt híres. Az elmúlt években viszont érezhetően elindult egy felfelé ívelő tendencia itt Kecskeméten, és azt gondolom, hogy a környékben is. Minek köszönhető mindez? Milyen fejlesztések zajlottak le az elmúlt években? A turizmus az egyik olyan iparág, nevezhetem talán annak is, ami viszonylag kevés tőkebefektetéssel nagy eredményeket tud elérni. Ez az egyik. A másik pedig átalakulnak a szokások. A szokásainkban eddig, vagy ezelőtt nagyon sokszor a külföldi utak szerepeltek, ma viszont felértékelődtek a látnivalóink. És ezen kívül azért a megyei önkormányzat célnak tűzte ki azt, hogy mutassuk már be, gyűjtsük össze és mutassuk be az értékeinket. Ez a megye rengeteg természeti, kulturális, néprajzi értékkel bír. És ha ezt megmutatjuk az itt látogatóknak, én úgy gondolom, hogy nagyságrendileg meg tudjuk növelni a turisták létszámát, a vendégei szakák számát és minden más egyebet, ami ehhez tartozik. Az itt élő embereknek jövedelmet tudunk biztosítani, és a turizmus, a megyei turizmus eddigi, hogy is mondjam, tehát nem összehangolt elképzeléseit a megyei önkormányzat megpróbálja és meg fogja tenni a következő években, hogy ezt közösen képviseljük. Létrehoztuk ezért néhány évvel ezelőtt egy turizmusfejlesztési KFT-t, akiknek egyik első teendője volt például a tavalyi utazás kiállításra, hogy ne a települések egyenként mutassák be az értékeiket, hanem összefogtuk, közös tannon jelentünk meg. Egy kihívó gyöngyszeme volt akár a kiállításnak a megyei stand, hiszen egy összefüggő megyei logó alatt, egy elképzelés alatt mutatkozott be mindenki, nagyon kedves, aranyos kiállító társakra lehetünk a megyei kiállító partnerekbe, és ezt folytatni fogjuk az idén is. Tehát azért gyűjtöttük össze, hogy egy közös standon jelenjünk meg, együtt mutassuk be, hogy nem csak egy faluba érdemes elmenni, vagy egy városba, hanem szétnézni a környéken is. És a másik, hogy nagyon alábecsüljük az értékeinket. Tehát ami nekünk természetes, mert mindennapos dolog, minden nap látjuk azt a gyönyörű templomot, azt a gyönyörű épületet, azt a rétes sütést, vagy bármi egyebet, ami előfordul, vagy a borainkat, az a megyén kívüliek számára egy kuriózum, és nekünk ezt kell megmutatni. Hát olyannal rendelkezünk például, mint a Hajósi, meg a szomszéd két településen a pincefalvak. Hát ilyen nincs Európában, tehát ekkora nagyságrendben nincs még egy ilyen. Hát ezt nekünk be kell mutatni, felszínre kell hozni, és ide kell hívni a látogatókat. Említette elnök úr, hogy felértékelődtek a látnivalók az elmúlt időszakban. Mely látnivalók, nevezetességek azok, amelyeket szeretnének egy kicsit jobban a figyelem középpontjába helyezni, esetleges fejlesztésekkel, kommunikációval, vagy más módon? A megyei önkormányzat számára, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat számára körülbelül ilyen 6 milliárd forint állt most rendelkezésre, hogy ebből a megye különböző területein fejlesztéseket indítson el, amit kimondott turisztikai fejlesztés. Na most ezeket úgy csoportosítottuk,
hogy a látnivalók mellé kiemelt célokat is rendeltünk. Az egyik ilyen nagy fejlesztés mondjuk 1 milliárd forintért mindjárt Bugacon lesz, ahol az aranymonostorra építve, ott egy turisztikai látogatóközpont építése indul el, és ez ebben az évben elkezdődik, következőben befejeződik, és természetesen ez csak a bugaci fejlesztésnek is az első lépcsője lesz, hiszen ott tervbe véve szállodaépítéstől kezdve a kisvasút, lóvasút, jár megfogalmazásán keresztül, tehát nagyon sok minden el fog indulni, ugye a lovas sportról ne is beszéljünk már, ami régen is Bugacnak a hírnevét hozta, tehát annak a fejlesztése is, és ott egy csomópont fog képződni, egy turisztikai látnivaló gyűjtemény. A másik ilyen fejlesztési elképzeléseink, amire ezt a pénzt fordítottuk, a településekkel közösen természetesen, azok például a vizeinkhez köthetőek. A vizeinkhez, hiszen itt vannak gyógyvizek, termálvizek is, amelyeknek a fejlesztéséről szó van, illetve hát a tavaink. Azért ne felejtsük el, hogy ezek egy élő vizek, és a gyermekes családok számára azért ezek vonzóak, hiszen a termálvízbe azért inkább az idősebb korosztály jár pihenni turistaként. Úgyhogy nagy fejlesztések várhatóak például Soltvadkerten a Vadkerti tópartján, de hasonlóan a Szelidi tópartján, vagy kisebbek még Kiskunhalas szélén is. A másik ilyen óriási csomója a fejlesztéseknek a kerékpárút hálózat. Hát ez az a megye, ami az egyik legnagyobb kerékpárút hálózattal bír, majdnem 400 kilométer van Bács-Kiskun megyébe, de zömmel a megye kellős közepén, és nem kapcsolódik kifelé a kerékpáros főútvonalakhoz. Úgyhogy most meg fogjuk tenni, már a tervezésen túl vagyunk, például azt, hogy összekössük az Euróveló 6-ossal. Ez az Euróveló 6-os, ez a Dunaparton, a Duna forrásától sőt előbbről is indulva, hozza ma is a turistákat, a kerékpáros turistákat. Na most ezt az összeköttetést megvalósítjuk, tehát be tudnak kerékpározni a megye kellős közepére. Egy másik ilyen, hogy a Tiszán átívelő, átmenő kerékpáros forgalmat is lehetővé tesszük, hiszen van egy ilyen fejlesztésünk, ami lakitelektről Tiszaugra átmenő szakasznak biztosítja majd azt, hogy megközelíthető legyen a Tiszántúlról Bács-Kiskun, vagy Bács-Kiskunból a Tiszántúl. Tehát most 70 kilométert fogunk fejleszteni, ebből a pénzekből 70 kilométer kerékpárút fejlesztés valósul meg 18-ba, 19-be a megyén belül. És tervezzük olyan összeköttetését is, ami például a borvidékeket, tehát a Szekszárdit és a Hajósi borvidéket összekötő kerékpárutat. Megcsináljuk a Euróveló 13-ast. A 13-asnak a dél, az a magyarul röviden a déli határ mentén húzódik, ez valamikor a tervezés szerint is a vasfüggöny vonalát követi, tehát az északi tengertől délre több ezer kilométeren keresztül, és a magyar szakaszának a Bács-Kiskun megyei részét fogjuk fejleszteni például ebből. Rövid a műsoridő, sok-sok fejlesztés ismertetésére, de talán két fontos téma van még, amire az elmúlt években helyezték a hangsúlyt, a vallási turizmus és a lovas turizmus. Azt gondolom, hogy mind a kettő sokat fejlődött az elmúlt években Bács-Kiskunban. Dióhéjban még erről beszéljünk röviden. Így van, a vallási turizmusba a gyalogos zarándokutat értjük elsődlegesen, a gyalogos zarándoklatokat. Ugye megyébe találhatóak olyan kegyhelyek is, amelyeket szívesen fölkeresnek. Természetesen például a Pálos-Szentkút, ahova autóbuszos csoportokkal is, de létezik egy magyar zarándokút, amely Magyarország egyik zarándokútja, 6 ilyen zarándokút létezik rendszerben Magyarországon, és ez a Magyar Zarándokút nevű, ez Esztergomból indul, és Budapestet érintve, Pilist és a Budapestet érintve, közel 200 km hosszúságba Bács-Kiskun megye szakaszon halad, átlép egyszer a Dunán, és utána Solt, Kalocsa út irányon keresztül hagyja el Bajánál a megyét, és a Duna túlsó partján folytatódik tovább, és ezen a 200 kilométeres szakaszon belül jelentős fejlesztést hajtottunk végre az elmúlt években. Több turistaház, zarándokszállás létesült, fölfestettük a jeleket, pihenők készültek el, és eddig, el kell, hogy mondjam, 4 évvel ezelőtt indult el ez az egész zarándokút, és
több mint 4000 váltották ki a zarándok útlevelet. Tehát ez nyilván ez csak egy képletes útlevél, és ezzel a zarándok útlevéllel, ahol pecsétgyűjtés folyik minden egyes szálláson, ezzel lehet igénybe venni a kedvezményes áron ezeket a szállásokat. Ez jelentős ember szám, én úgy gondolom, hogy 4 év alatt több mint 4000 ember járt gyalog, egyedül, kettesével, négyesével ezt a zarándokutat, és ismerte meg a megye szépségeit. Nagyon szép ez a megye, és mivel legtöbben azért autóval rohanunk el, ezért ritkán vesszük észre azokat a szépségeket, amelyeket csak gyalogosan haladva, lassan, de a természetben haladva lehet észrevenni, meg az emberekkel találkozni. Azért az egy különleges élmény, ahogy elmondták az zarándokszálláson levők is, hogy az érkezőek fogadása számukra is nagy örömet és meglepetést okozott. A másik a lovas turizmus. A lovas turizmus az természetesen nem több millió embernek a hobbija, de aki ezt szereti, az itt megteheti. Nyugatról érkező lovasok mondják, hogy ott már bizony így, hogy szabadon lovagolhat, majdnem azt mondom, hogy akármerre, ez már elképzelhetetlen. Itt még meg lehet tenni. Ezt segítjük azzal, hogy ajánlunk lovas túra útvonalakat, természetesen szállásokkal együtt, a lovak ellátását megoldva, hogy ezt úgy tudják a lovas turisták igénybe venni. Úgyhogy ilyenből áll rendelkezésre a megyén belül 6 ilyen lovas túra útvonal. Ha visszatérünk az eredeti témára, március 1 és 4 között utazáskiállítás. Hogyan, milyen kínálattal várja a Bács-Kiskun megye az odalátogatókat? Hát ezen a közös standon, amelyre közösen szerveztük össze a csapatot, egy nagyon hangulatos kis kiállítóteret képzeltek el a kollégák. Apró falatokkal, kortyokkal is várjuk természetesen a vendégeket, és megjelennek a legnagyobb városaink is, tehát Baja, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas is kiállítja, de a kisebb települések is. Tehát bemutatjuk például az előbb említett pincefalvakat, tehát Hajós, Császártöltés, és bemutatjuk a falvak éjszakáját, mint kulturális rendezvényt is, tehát ilyen apró falvakat is, de ugyanúgy Bócsa is megjelenik ezen a kiállításon, tehát egyfajta megyei színes képet szeretnénk bemutatni erről a Bács-Kiskun megyei területről. Elnök úr, sok sikert kívánok ehhez, és sikeres turisztikai évet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sánta György kecskeméti költőre emlékeztek 130. születésnapja alkalmából a Katona József könyvtár nagytermében. Unokája Sánta Melinda a költő hagyatékának gondozója mesélt napjairól, nagyapjáról. Tárogató muzsikával emlékeztek Sánta György kecskeméti költőre 130. születésnapja alkalmából. Gyöngyösi Szabó Katalin versmondó elszavolta Sánta György Mit zokog a tárogató című versét is. A szombat délutáni montázsesten Sánta Melinda, a költő unokája büszkeséggel telve mesélt a Sánta hagyatékról és a költő munkásságáról a Katona József könyvtár nagy termében. Most már érzem azt, hogy nagyon sok mindent értem a verseket. Sánta György a kecskeméti piarista iskolába járt, majd a híres városban dolgozott magyar-német-francia szakos tanárként, a kecskeméti Katona József Társaság főtitkáraként, majd ügyvezető elnökeként is tevékenykedett. A népi írók köréhez tartozott, így verseiben gyakran ábrázolta a falusi életet. A realisztikus leírások olykor misztikus hangulattal keveredtek költeményeiben. A művészt úgy is nevezik az aranyhomok költője, mivel tőle származik ez a kifejezés. Először 2004-ben ismerték el őt nyilvánosan, amikor halála után megkapta a Kecskemét díszpolgára címet. 130 éve született Sánta György, kecskeméti költő. Erről a jeles évfordulóról emlékeztek meg szombaton a Katona József könyvtár nagy termében. A hagyaték jelenlegi őrzője, vagyis unokája mesélt az alkotóról a hétvégi rendezvényen. Most pedig stúdiónkban köszöntjük őt, Sánta Melindát, hogy még jobban megismerhessük Sánta György munkásságát, életpályáját. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is.
Hát mindenekelőtt arra szeretnélek kérni, hogy aki nem ismerné Sánta György munkásságát vagy verseit, néhány szóban próbáljuk már felvázolni, hogy milyen témájú, milyen hangulatú verseket alkotott ő. Ugye az ő költészete 1915-tel indul, amikor is az első kötete megjelent, és hát ha ebbe a kötetbe, illetve versekbe beleolvasunk, akkor egy nagyon erős nyugatos hatással szembesülünk. Nagyapámnak példaképe Adi volt, ezt olyan sokan nem tudják, mi tudjuk. A tanulmányt is írt egyébként róla, 1910-es évszámmal van meg, eredeti kézirata megvan, ez is nálunk a kis gyűjteményünkben. Szóval egy nagyon erős ilyen nyugatos hatás érződik, aztán a 30-as évben jelenik meg a következő kötet, ez egy a Toronyőr címmel, ez már egy igazából önmagát majd, hogy nem megmutató, tehát a teljes egészében, mint a költőt, a teljességben megmutató kötet, és akkor elérkezünk 1935-ig, ez az Aranyhomokon nomád felhők alatt című kötet, ami is a legnagyobb népszerűségnek örvendett, így az ő életművében, és abban már tényleg a kiteljesedett költőt ismerhetjük meg benne. Témájában nagyon sokat említhetünk, a legtöbb valószínűségben az az alföldi táj, és az emberi kapcsolatok, a család, sok a téma, amit megtalálhatunk költészetében. Most itt elsősorban a költőről beszélünk, de hát azért kíváncsi voltam, vagy lennék, hogy milyen volt a privát életben, mennyire volt más, mennyire volt lelkes nagyapa, a család centrikusságát azért már említetted. Milyen emléképeid vannak? Nekem semmilyen, mert hogy én ugye 78-as vagyok, 74-ben halt meg. Nagyon sokat én nagyomámtól tudok, akivel együtt éltünk egy jó ideig, kisgyermekkorunkban ő hozzánk költözött, az özvegy, és az édesapám meg a nagynéném elmondásából. Ugye a családunk nagy baráti társaságokat fogadott, a régi, ha úgy tetszik, híveket, költészetének a rajongóit, barátokat, nagyon sokáig tartottuk a kapcsolatot. Mi gyerekkorunkban úgy emlékszünk erre, hogy nagyanyám kijött a szobájából, ott voltak a vendégek, mindig egy verssel indultak ezek az összejövetelek, tehát már akkor így hallottunk róla, de igazából nekem a gimnazista éveimben fényesedett, vagy hát tűnt elő úgy, mint a költő. Nagyapaként tényleg csak az elmondásokat, tehát emberként csak az édesapám emlékeit tudom elmondani. Ők egy kemény embert tudtak azért, tehát egy szigorú apa volt, még szigorúbb tanár, amit hallottam nem is olyan régen. Ugye a magyar francia szakos tanárként dolgozott, tanított a Reál iskolában, a Katona József gimnázium elődjében. És aztán más, ugye más oldal az, ami a költeményeiből kitűnik, és más az, amit a barátai mondanak el. A baráti társaságok középpontja volt. A teljes friss információkkal teli, a világról képet alkotó, formáló, diákokat tanító emberként beszélnek róla a barátok. Voltak irodalmár barátai, vagy akár költő barátai? Erről tudsz-e valamit nekünk mondani? Igen, hát ez a legérdekesebb, én szerintem a legizgalmasabb rész, mert hogy egyrészt igazából még kiaknázatlan, vagy hát sok mindent hallottunk, meg le is van írva, de nagyon sok minden még nincs, én ezt érzem. Varga Mihály, újságíró, szerkesztő, nagyapám életrajzírója, ő is barátja volt, őtőle tudjuk azokat a dolgokat, amiket el szoktunk mondani. A 30-as években a Katona József Irodalmi Társaság titkáraként ő nagy nevű irodalmárokat, költőket, írókat hívott Kecskemétre, és hát utána nagyon sokszor barátként tovább invitálta őket Jakab Szállásra a birtokára.
Úgyhogy hát nagy nevek, tehát Németh László, Erdélyi József, Sinka István, Tamási Áron, Veres Péter, Erdélyi Ferenc, ugye őt politikából ismerik jobban, mint az irodalomból, mind megfordultak, és mind barátai közt említhetjük. Te vagy a költőnek, a hagyatékának őrzője, hát azért ez egy óriási felelősség. Milyen hatással van ez rád? Nagy felelősség. Tavaly halt meg Marica néni a lánya, egy sorban az utolsó is, utolsónak született, és utolsónak is hagyta itt ezt a földi világot. Ő ápolta a szellemi hagyatékot, ha úgy tetszik, így szoktuk mondani, tehát a verseket kézben tartotta. Édesapám pedig az épített örökséget óvta, védte a körömszakadtig, ahogy tudta, az erejéből telett. Na most ez a kettő most így én rám hárul, ez a két jó nagy feladat. Az épített örökségről beszélünk, akkor a Jakabi birtokról beszélünk, amit nagyon-nagyon szeretnék megtartani, és bemutatni minél több embernek. Miért? Azért, mert szerintem érték van benne. Nagyon sok, ahogy az említettem, nagyon sok ember járt ott, értékes ember, ott hagyta kezenyomát, emlékeit, Tamás Járvány szivarját hagyta ott. Tehát beszélni kell, tudni kell róla, én azt gondolom, itt a helyi tekintetben mindenféleképpen. És hát ugye a szellemi örökség, tehát a költészetét meg nagyon szeretném, hogyha többen ismernék meg. Ez a legfőbb vágyam, a legfőbb célom. Tehát mi ne csak egy kis mondattal emlékezzünk meg, hogy igen, hanem igaz, én azt tudom, azt érzem, hogy nem ismerik őt. Tehát költészetében úgy nem tájékozottak az emberek. Uh-huh. És nagyon szeretném, hogyha ebben valami picit tudnánk, nem is picit, vagy nagyot tudnánk előrelépni. Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire vagy egyedül ebben a nagy vállalkozásban, már az, hogy te vagy a hagyatékőrzője, a katalogizálása a különböző irodalmi műveknek, és különböző írásos emlékeknek, tárgyaknak. Van egyáltalán segítség, vagy szerezzünk neked? Jó, miben tudunk neked segíteni? Jó lenne segítség, mert hogy nekem ez nem szakmám, tehát én ezt szívből teszem, kötelességből is teszem természetesen. Nem a szakmám, tehát nem tudok szakmailag olyan sokat hozzátenni. Úgyhogy nagyon szeretnék majd segítőket kérni. Hogy milyen segítő lesz, az vannak, akik már felajánlották, de én amiben mindenféleképp segítséget szeretnék kérni, az a terjesztés. Nekem most tanárként az jutott eszembe, hogy magyar tanárokat, magyar szakosokat meginvitálni egy Jakabi kirándulásra, és megmutatni Sánta György valóját, hogy ki ő, és hogy hát, ha így többet tudnának megnyerni, elnyerni belőle és továbbadni. Ez egy nagyon jó perspektíva, azonban arra is rákérdeznék, hogy kik látogattak már el erre a birtokra? Hát azóta, ez is szép történet, mert hogy én nagyapám 74-ben halt meg, nagyon nehéz volt ebben az előző rendszerben megtartani. Ehhez nagyon-nagyon sok történet kapcsolódik, hogy maradhatott meg, édesapám mennyit küzdött, hogy fennmaradjon. Ugye egy 130 éves épület együttesről beszélünk, nem olyan hatalmas, de azért fenntartani mégiscsak nagy és nehéz feladat. És akkor a hozzá kapcsolódó terület, amit úgy egységében lenne jó megtartani és megmutatni. Abban a harmóniában, amikor valamikor működött, illetve valamikor létezett. Tehát a 30-as években, amikor kilátogattak ezek a jó barátok, akkor egy gyönyörű, harmonikus, népi kultúrát is láttak ott. Ugye ez a 1800-as évek végén épült épület, egy szép tornácos ház, jó elrendezéssel. Meghagytuk egyébként benne, meghagytuk, hát ott vannak még a tárgyi emlékek. Úgyhogy
A berendezés, én azt gondolom, abban már nem sok tennivalónk van, mert az ott van. A bútorokat van, aki azt mondja, hozzáértő ember, hogy nem is kellene hozzá nyúlni. Van, amelyik ütött kopott, hordozza magán az idő nyomát. Nem tudom, tehát ebben biztos, hogy elfogadok majd hozzáértő segítséget. Hát úgy legyen, Sánta György az aranyhomok költőjének is nevezik őt. Bízom benne, hogy ez a hely méltó hely lesz annak érdekében, hogy az utókor is látogathassa, és megemlékezzen erről a rendkívüli költőről, melyhez sok sikert kívánok, kitartás és lelkesedés neked. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy befáradtál stúdióba. Köszönöm szépen. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Mínuszok röpködnek az elkövetkezendő napokban, és így zsúfoltak a hajléktalan szállók Kecskeméten. Extra felkészültségre van szükség az zord időjárás miatt. Megyénkből 18 város képviselteti magát március 1-e és 4-e között a Hung Expo-n tartott utazás kiállításon. Színes programokat, turisztikai kínálatot és új arculati filmet is bemutatnak a rendezvényen. A kereszténydemokrata néppárt kecskeméti szervezete beszédekkel, gyertyagyújtással emlékezett az áldozatokra. Zombor Gábor országgyűlési képviselő iránymutató kérdéseket is megfogalmazott beszédében. Hajnalig tartott a mulatság a harmadik alkalommal megrendezett ifjúsági bálon. A szervezők célja az volt, hogy a fiatalabb generációk minőségi időtöltésben vehessenek részt. Majd 500 gyermeket fogadott a Híros Város a 2018-as néptánc antológián, melyet idén először szervezett vidéken az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület. Az elmúlt év legjobb produkcióit, koreográfiáit mutatták be a fiatalok. Rendhagyó órát tartottak az Anyanyelvek Nemzetközi Napja alkalmából a Híros Agóra ifjúsági otthonban, ahol az is kiderült, a szeretet, a pillangó és az anya szavainkat tartják a legszebbnek a középiskolások. A hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap este is, mi itt leszünk, várjuk Önöket, viszontlátásra! Thank you.